Ilyen és ehhez hasonló modern ágyakat adtak át a zentai közkórházban. Az eszközöket abból a 15 millió dináros támogatásból vásárolták, amelyet a tartományi nagyberuházási alap hagyott jóvá. Az intenzív részlegnek kezdtük tulajdonképpen terv szerint a megerősítését, felszerelését. Ugye itt szinte láthattuk, hogy ezek mozdulatlan emberek, akinek az elhelyezése, ahogyan fekszenek, ez létfontosságú. Hogy... Az új ágyak mellett egyéb gyógyászati eszközöket is vásároltak, mondja Nebojša Malenković, a tartományi nagyberuházási alapigazgatója. Fond za kapitalno ulaganje opredelio je 15 miliona dinara za nabavku preko potrebne medicinske opreme za bolnicu u Senti. Radi se o aparatu za anesteziju, 6 kreveta za intenzivnu negu i o drugoj medicinskoj opremi koja je svakako čekala dugi niz godina da stigne u opštu bolnicu. A közeljövőben a tartomány további 12 millió dináros beruházás megvalósítását tervezi az Entai Közkórházban, mondta dr. Vesna Kopitović, tartományi egészségügyi titkár. I ono što smo mi planirali u ovoj godini jeste izdvajanje sredstava koji će se odnositi prvo na neophodnu opremu. To se odnosi na EKG aparate, na defibrilatore, na aparat koji je posebno način zamrzavanja i u centar za transfuziju krvi. I pri čemu je vrlo važno da u ovoj godini odvojimo i sredstva koje će se odnositi na CT, odnosno skener. A Zentai Közkórházban a legnagyobb problémát jelenleg a személyi állománnyal kapcsolatos kérdések képezik, amelyek azonban nem a tartományi, hanem a köztársasági szervek hatáskörébe tartoznak.